Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások, így volt ez a tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban is. Elérkezett az utolsó lépés, ami után elkezditek a nagybetűs életet. Ez az utolsó ünnep, a ballagás. Rövid kis szó jelöli ezt az eseményt, mégis rengeteg dolog jut eszünkbe. A 4, illetve 6 év emlékeinek sora lepereg most előttetek. Véget ért egy korszak számotokra, a gimnázium évek múltá válnak. Sokat tanultatok azért, hogy tovább léphessetek, céljaitokat elérjétek. A célok mindenkinek más jelentenek, de a kérdés mindenkinek ugyanaz. Vajon sikerülni fog? Utatokon sok akadály felmerülhet, előfordulhat, hogy rossz felé kanyarodtok, de bátorítson benneteket a tudat, hogy mindig lehet újra tervezni, mindig van lehetőség kiavítani a hibákat, rossz döntéseket. Hihetetlen érzés, és most nem is tudok így hirtelen mit mondani, de nagyon boldog vagyok. És mindenkinek köszönöm a sok támogatást, és hihetetlen érzés, tényleg köszönöm. Nagyon örülök, mert itt van az egész család, és a nagymamáméknál leszünk, és velük fogom tölteni a délutánt, úgyhogy azt is nagyon várom. Mirha és mandula, kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, permetként próbálom egyenként úgy elbódít. Most mind kidobom, torz tükröm elhajtom, kabátom szányra nyitom, lélegez szabadon. Ez egy igazán meghatározó pillanat szerintem mindenki életébe, és ilyenkor nincsenek szavak, mert egy korszak lezárult, és egy újjal is kezdődik, de az ismeretlenbe vágunk bele. Novotné Bán Erzsébet, az iskola igazgatója azt mondja, nagy öröm volt a szülők, családtagok és természetesen a diákok számára is, hogy a járványhelyzet idén már lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljenek, hiszen 2 évig erre nem volt lehetőségük. Megküzdöttek tényleg azért, hogy milyen eredményeket értek el. Ez nem ment egyik napról a másikra, tehát tényleg végig tudtuk követni azt, hogy az első kis konfliktusokból, 7-es, 8-os korukban, hogy lett tényleg egy szuper jó közösség, és hogy tudták egymást is erősíteni, segíteni abban, hogy tényleg fantasztikus eredményeket értek el, akár az úszók, a sportolók, vagy tanulmányi téren, tehát az idén, amiket, meg az előző évben, amit elértek eredményt, ilyen nagyon ritkán szokott összejönni, hogy tényleg egy ilyen 40-50 embertől OKTV, tehát a középiskolai tanulmányi versenyeken döntősünk is volt, illetve annak közelében is országos versenyt nyertek, tehát tényleg ez nagyon ritka, és ez nagyon jó volt látni a kollégákkal együtt, hogy hogyan fejlődnek lépésről lépésre, és hogyan lesznek egyre céltudatosabbak és jobb közösség. És tényleg azt látni, hogy a tantestületnek egy jó része van, amikor régen a tanítványom volt, vagy éppen az osztályfőnöke voltam, és együtt dolgoztunk, és tényleg egy olyan jó közösséget alkottunk, hogy nehéz itt hagyni. Bár még egy kicsit szeretnék azért tanítani, amíg tudok. De most már inkább átadnám a terepet a fiataloknak, hogy vezessék a közösséget.